milyen eredmények születtek eddig? Erre kérdezzük Domokos Gyulát, hiszen itt elhangzott, hogy már többen találtak munkát az önök segítségével, a Paktum szervezet segítségével. Megkezdődött a projekt megvalósítása. Az a harmadik mérföldkő, ami a képzések megindításáról szólt, november 15-e határidővel kellett végrehajtani. 5 fő lépett eddig képzésbe, 5-en kaptak vendéglátó eladó képesítést, közülük 3-an már dolgoznak, 2 főnek folyamatosan keressük az állást. A másik mérföldkő, a 4. mérföldkő, melynek a megvalósítási határideje február 15-e volt ez év. Itt 25 fő elhelyezését vállaltuk, miszerint ennyi fő részére nyújtunk támogatást már a foglalkoztatóra gondolva az elhelyezéséhez, vagy ennyi főt támogatunk az önfoglalkoztatás terén, a vállalkozóvá válását. Az eddigi eredményeink ezt úgymond túlszárnyalták, hiszen ezt a mérföldkövet sikerült túl teljesíteni. Mai állapot szerint már a bevonások száma elérte a 63 főt. 5-en váltak vállalkozóvá, akik támogatást kaptak tőlünk 6 hónapig terjedő minimálbér erejéig. 4 fő esetében a munkáltatót bértámogatással támogattuk a foglalkoztatását, és 48 fő esetében pedig bérköltség támogatást nyújtottunk a munkáltatónak azért, hogy a hátrányos helyzetű álláskeresőt foglalkoztassa. Ezen felül ugye az 5 fő, amiről már beszéltem, képzésbevonásra került, 1 fő bevonása pedig jelen pillanatban azért történt meg, mert néhány napon belül őt is sikeresen el fogjuk helyezni a jelek szerint. Akkor ez azt jelenti, hogy a munkáltatók keresik önöket, és keresik azokat az embereket, akiket ők valamilyen módon szeretnének alkalmazni? Folyamatosan keresnek minket a munkáltatók. Én azt gondolom, hogy a projekt ismertsége már elért egy szintet. Ezt tovább kívánjuk majd fokozni azzal, hogy munkáltatói fórumot szervezünk, álláskeresők részére nyújtunk tájékoztatásokat, és a munkáltatói kapcsolattartóink is folyamatosan kapcsolatban állnak a járásunkban működő vállalkozásokkal, népszerűsítik a projektet és ismertetik a projekt támogatásait. Jó munkát kívánunk, köszönjük szépen! Köszönjük szépen is!